Megtelt a kastély dísztermet, hiszen hasonlóan a korábbihoz ismét fontos témával foglalkozott a Köztünk legyen mondva című előadás. Dr. Aszódi Attila egyetemi tanár a csernobili katasztrófa előzményeiről, bekövetkezésének okairól és annak következményeiről beszélt. A mai este folyamán én hát egy kicsit szeretném a jelenlévőket visszavinni az iskolapadba, egy picit a fizikáról, egy kicsit a biológiáról, egy kicsit a technológiáról beszélni, és aztán ezen keresztül megvilágítani, hogy mit is tanulhatunk a csernobili balesetből. Dr. Aszódi Attila korábban blogjában ezt írta. Nem az atomenergiáról, hanem a hibás társadalmi irányítási rendszerről szól a Csernobil sorozat, mely kötelező tananyag mindenki számára. Azért a professzor úrra esett a választásom, mert ő egyszer szakmailag egy kiváló szakember, egyetemi tanár, másodszor pedig ő már 2005-ben is járt Csernobilban tudományos szakértőként, és dokumentumfilmet is készített erről. Gál Erzsébet hozzátette, azért fontos a csernobili katasztrófáról beszélni, mert csak úgy lehet valamit megakadályozni, ha ismerjük a múltat. A következő Köztünk legyen mondva című előadást augusztusban tartják a megszokott helyszínen, a Grassalkovics kastély dísztermében.